Még mindig 16-a, vasárnap, reggel van, délelőtt. 10 óra, és bejöttem ide Pálma központjához csavarogni. A gyerekek otthon maradtak, kisunokámnak nem volt kedve jönni, a fiatalság pedig este bulizni volt, elmentek a barátaikkal vacsorázni, és ők most inkább pihennek, úgyhogy én meg nem akartam hát otthon ülni semmiképp, és meg gondoltam, most már egy kicsit eljövök a környékről. Úgyhogy idáig bejöttem busszal, most itt leszálltam, és itt lesz egy zebra, rögtön átmegyek, és itt gyönyörű szép a part végig. Egy hatalmas csavargást fogok lerendezni. Na, úgyhogy tartsatok velem, ha van kedvetek. Nagyon szép ez az egész környék. Elindult egy pont, vagy az egyik közeli szigetre, vagy Barcelonába. Ott a katedrális szembe, most oda nem akartam felmenni. Látjátok, gyönyörű. Mekkora hajó. Nagyon szép idő van, most nem fúj annyira a szél, illetve épp hogy. Legalábbis most reméljük, hogy így is marad. Egy olasz hajótársaság, az a nagy zöld hajó, az visz Róma mellé egyébként. Milyen jól néznek ki ezek a régi malmok. Ezek védettek. Ez a Porticcioli kikötő, ott laktak a túloldalon, régen a lányomék. Imádom ezt a környéket,
kisunokám itt született. Hát itt laktak, ugye, mikor született, és mikor jöttem, mindig itt sétáltunk babakocsival, vagy ölbe, amikor már picit nagyobb acska lett. Szép emlékek. Nagyon jó környék ez. Na, mondjuk az ingatlanok is. Nagyon drágák. Hát sajátról nem is beszélek, de hát az albérletek is ilyen megfizethetetlen kategória lassan. Hát nem lassan, hanem... Ja. Remélem visszaadja a hangulatát. Itt egy fekete hattyú eltévedt szerintem. Bejött ide a kikötőbe. Ez nem is hattyú. Pedig úgy nézett ki. De nem vadkacsa volt, annál nagyobb. Ami kócsakszerű akkor, na mindegy. Itt a kikötő vége, meg is kerültem, illetve átértem a túloldalra. El Marina Portcsol. A kis szélső házikot el is fogadnám. Nem köl nagyobb. Élvezik a vizet, meg egymást. És a kedvenc pálmafáim Majorkán. Ezt még tavaly nem volt lekerítve. Biztos sok kutyus pisélte körbe. Na, és mindjárt odaérünk az új jakkikötőhöz, ami még októberben nem üzemelt, már szinte kész volt. A kikötőrész kész volt, csak
az épület, az egy ilyen régi műemlékvédelmi épület volt, azt csak felújítani engedték, nem lebontani, az még nem volt kész. De most látom, hogy még az most sincs kész. De nagyon szép kis kikötő lesz. És ott van az egyik kedvenc pici játszóterünk is, mármint a kis unokámé. Na, és itt a komplexum, mármint ez a jacht kikötő lesz majd. Na, és így ez lett maga a új kikötő rész, de még nem üzemel, de ez csak ilyen pici hajóknak ott a bejárat. És ott van a kis kalózos játszótér, majd mutatom. Közelebbről nem mutatom a játszóteret, mert itt nagyon harapnak arra, hogyha a gyerekeket fotóz. Van az az emlékmű, és azután körülbelül 200 méterrel laktak régen a lányomék itt, amikor született a kisunokám. Ide jártuk le a picivel mi is strandolni, mert ez egy ilyen kis védett kis öböl, látjátok? Thank you.